A pályaválasztás előtt álló diákok csoportokban látogathatták meg a tanműhelyeket, és közismereti órákon vehettek részt a Tolna vármegyei Szakképzési Centrum, Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskolában Szekszárdon. Az intézmény a turisztika és a vendéglátás területén több képzést is kínál. A diákok, akik ilyenkor jönnek, őket csoportokra osztjuk színek szerint, és akkor különböző helyekre mennek, például a tanműhelybe, a tankonyhába, és akkor a pincér szakmát is kicsit megismerik, a cukrászt, vagy a szakácst is például, meg elméleti órákra is bemennek. Az érdeklődők a cukrász és a szakács szakma rejtelmeibe is betekintést nyerhettek. Itt a diákok különféle ételeket készíthettek. A gyerekekkel szülők is ellátogattak. Szerintem ez egy nagyon színvonalas oktatás folyik az intézményben. Eleve egy csodálatosan szép intézmény, ugye egy új iskoláról van szó, úgyhogy nekünk eddig nagyon szimpatikus az intézmény, illetve ez az egész technikumi képzés most ezzel az 5 évvel. Az intézmény a 2024-2025-ös tanévre 5 éves technikumi képzés keretében cukrász, szakács, turisztikai vagy vendégtéri szaktechnikus, 3 éves szakképzőiskola keretében pedig cukrász, szakács, pincér vendégtéri szakember vagy panziós fogadós képzéssel várja a diákokat.